A gazda társadalom elismerésének ünnepnapjaként emlegetik a földművesek napját, amelyet idén 6. alkalommal szerveztek meg. A Tuzséron tartott ünnepségen elhangzott, ez az elismerés ma fontosabb és aktuálisabb, mint ezt pár évvel ezelőtt a rendezvény életre hívásakor gondolták. A háború, az infláció és az aszály miatt ugyanis központi téma lett az élelmiszerbiztonság, és így a gazdálkodók munkája is. Egyszerű kis támogatásokkal ezt nem is lehet kezelni. Hitelmoratóriumot biztosítottunk éppen ezért azoknak, akik most dönteniük kell, hogy termelnek, vagy éppen a hitelt fizetik, így 2023 végig számukra ezt biztosítottuk. Az állattartóknál nem termett meg a tömegtakarmány, és ez óriási probléma, hiszen a kérődzők, szarvasmarhák, juhok számára lényegben nincs meg a szálas takarmány. Nekik egy szállítási támogatást biztosítottunk, mert valahol az országban máshol megtermett. Az asszálybiztosítások kapcsán léptünk. Új rendkívüli kamattámogatási hitelprogramot indítottunk. Tehát próbálunk több oldalról olyan eszközöket bevetni, ami segítséget nyújthat átvészelni ezt az időszakot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye régóta az ország egyik meghatározó mezőgazdasági térsége. Az itteniek mindig minden körülmények között helyt álltak, az elmúlt években is. Ami a legfontosabb az ember életében az, hogy életben maradjon, hogy egyen. Enni kell. És hát ahhoz, hogy tudjunk enni, ahhoz az élelmiszert meg kell termelni. És ehhez pedig kellenek olyan emberek, akik ebben az ágazatban tevékenykednek, és ez az ágazat ráadásul az az ágazat, ahol nem lehet elmenni igazából szabadságra, nem lehet elmenni home office-ba, hanem ott kell lenni, és ha jó idő van, ha rossz idő van, akkor kint kell lenni a földeken, és ezért mi mindenképpen köszönettel tartozunk azoknak az embereknek, akik az élelmet a családjaink asztalára teszik, úgyhogy a földművesek napja itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt Tuzséron nekünk erről szól. A tuzséri almát becsben tartják, roppanékony, ízes, és a Tisza közelsége miatt teljesen más a beltartalma, mint egy homokon termelt almának. A több száz éves múlttal rendelkező termesztésnek köszönhetően választották idén Tuzsért a rendezvény helyszínéül. 300 évvel ezelőtt már Tuzséron almát termeltek, és ugye Tuzsért azért úgy emlegetjük, hogy Tuzsér az alma hazája, hiszen a 1900-as évek kezdetén, 1890 pontosan a Jonathan almát behozták Amerikából. A Jonathan almát ugye itt kezdték el nemesíteni, és itt telepítettek nagyobb mennyiségbe, és 1910-es években már Amerikában mi szállítottunk vissza a Jonathan almát, tehát innen lett exportálva a tuzséri hercegség felirattal. És mi ezeket a hagyományokat nagy tisztelettel és nagy szeretettel megőrizzük természetesen, és mai napig is komoly almatermesztéssel foglalkozik Tuzsér település, gazdái, illetve a környék település gazdái. Ezért és a máig termést biztosító 120 ezer almafa miatt jogosan nevezik tehát a települést az alma hazájának, amelyre a község önkormányzata is büszke lehet. Picit hozzá vagyunk szokva az idén ezekhez a rendezvényekhez, és ugye a Lónyai családnak, a Lónyai Mennyérnek a 200. születésnapján Lónyai évet tartunk, tulajdonképpen egész évben rendezvények sorozata valósul meg Tuzséron, és hát azért érdekes ez, mert az alma termesztés éppen a Lónyai családnak köszönhető, tehát az alapokat ők rakták be, azt is mondhatnánk, hogy Tuzsér almás hírnevét a Lónyai családnak köszönhetjük, és most ez egy olyan rendezvény, amikor a nevük itt is el fog hangozni. A tuzséri alma 2018 óta nemzeti oltalom alatt áll, sőt, tavaly az uniós oltalmat is megkapta. Ez nem csak a határközeli településnek, az egész megyének nagy elismerés. Az idei almatermés azonban jóval várakozáson aluli lesz. Talán az utolsó 10 év leggyengébb termésére kell, hogy számítsunk. Már módosítottuk is az elvárásainkat, és pedig azok is az átlagtermésnek fele volt, és most ezt a 300-320 ezer tonnát már visszavittük 250 ezer tonnára. Átlagos években ez 600 fölött szokott lenni, 650 ezer, de volt már 900 ezer is, nagyon rossz termések vannak. A tuzsei szempontjából pedig nagyon örülök annak, hogy az almát felhoztuk. Ez a tuzséri embereknek a szorgalma, és ha kimennénk a határba, meglátnánk, hogy mennyire rendezettek itt a mezőgazdasági területek. A rendezvényen szó esett az alma várható áráról is. A léalma 42 forinttal indult, az étkezési alma pedig 130-180 forint körül mozog. Bár betakarítási időszakban ez nem rossz, az árak tovább emelkedhetnek majd a mennyiséghiány és a minőségi problémák miatt.